A nyíregyházi fiatalok már nyáron elkezdték a felkészülést, a hétközi száraz edzések mellett hétvégenként Sátoraljaújhelyre jártak tréningezni a Szabolcsi Solymok. Ősszel Debrecenben voltak heti egyszer régen a hokisok, november közepétől pedig már saját pályájukon ütik a korongot a fiúk és a lányok. Bár a járványhelyzet alaposan megnehezíti a játékosok és az edzők dolgát, örömre is van okuk a Solymoknak. Nagy előrelépés az egyesületünknek az idén, mert U12-ben, mint látjátok, nagy pályát tudtunk elindulni, tehát van most már annyi gyermekünk, hogy el tudtuk őket nagy pályán indítani. Az U8-szal ugye most ugye bajban vagyunk a pandémia helyzet miatt, mivel a közönség korcsolyát nem tudtunk rendezni, ezáltal elmaradnak a korisulik, és ugye a kiválasztásnál ez nagyon-nagyon nagy problémát jelent. Még bízunk benne, hogy megbírkózzunk a helyzettel. A normál helyzetben nagyon sokan vannak, ez természetes. Ugye most ezt mondta, hogy elmondtam, hogy a szülők se lehetnek jelen, ugye azért is nincs nagyobb hangzavar, de amikor nincsen vírus helyzet, tehát tavalyi szezonban is nagyon sokan voltunk, tehát 90 gyermekünk van, azokat versenyeztettük folyamatosan. Az új vezetőedző Csiki Csaba szerint mindenben fejlődniük kell a fiatal nyíregyházi hokisoknak, akik fogékonyak a munkára. Én ugye augusztusban érkeztem a Kercsó Árpád mester helyére, mint vezetőedző. Hát a célkitűzésünk az a tanulási folyamat, ugye, mert majdnem nulláról kell kezdeni, kevés a jég. Jégidők Debrecenben járogattunk át, a politechnikára fektetünk nagy hangsúlyt, meg a ütőkezelés, erőnlét, ezekre a dolgokra próbálunk odafigyelni, hogy minél jobban tudjuk a szezon zárni. Most ez a DVTK egy erős ellenfél, jobbak, mint mi, ők már augusztus óta tudnak jégen készülni, mi egy-két hete vagyunk jégen folyamatosan, ahogy mondtam az előbb is, még nagyon az elején tartunk. A Szabolcsi Solymok a következő szezonban már U16-ban is szeretnének csapatot indítani, a hosszú távú cél pedig az, hogy felnőtt együttese is legyen az egyesületnek.